Egy szuper egyszerű őszi joghurtos fűszeres almatorta következik, és ez egy olyan sütemény, aminek bátran kezdők is álljanak neki, mert tényleg teljes mértékben elronthatatlan. Igazából egy ilyen kevert sütemény, ami attól különleges, hogy extra szaftos, ugye joghurt lesz benne, olaj, alma, tehát egy csomó olyan alapanyag van benne, amitől tényleg nagyon-nagyon finom, puha lesz. Ugye az ilyen típusú kevert süteményeknél mindig úgy érdemes nekiállni, hogy kettő különböző kis tálat készítünk elő, az egyik a száraz anyagoknak, a másik az úgynevezett nedves anyagoknak. Ugye ehhez tartozik minden olyan, ami valóban folyékony, ugye a tojás, az olaj, a joghurt, úgyhogy ezekkel indítunk. Ehhez a süteményhez 3 egész tojás kell. Ezt először is teljesen habosra keverjük a cukorral. Én ehhez a süteményhez, ehhez az almatortához nátszukrot vagy barna cukrot szeretek használni, elektromos kézikeverő, és szépen ezzel teljesen habosra keverjük. Az ennyire egyszerű süteményeknél, ami tényleg ilyen kevés hozzávalóból áll, és nagyon keveset kell vele dolgozni, tényleg figyeljünk oda minden egyes apró lépésre, és minden egyes kis apró trükkre. Tehát például azt, hogy a tojást és a cukrot tényleg extra habosra, ilyen állagúra keverjük, kilátják, hogy nagyjából megduplázódik a volumene. Na, aztán jöjjön az összes többi nedves anyag, ugye az összes folyékony dolog. Ennek az egyik garanciája a joghurt, hogy 3,5 deci natur joghurtot használok hozzá. Illetve a másik kulcsa annak, hogy tényleg nagyon omlós, nagyon finom legyen ez a sütemény, az pedig az olaj, mégpedig olívaolaj. Ugye ezek a sütemények mindig azért a zsíradéknak köszönhetően lesznek tényleg nagyon szaftosak napokon keresztül. És akkor ezzel egy gyors keverés. Meg vagyunk az első résszel, tehát ugye a nedves anyagokkal jöjjenek, akkor most a száraz anyagok. Ugye mindig száraz anyag, ami a liszt, a sütőpor, a szódabikarbóna, a fűszerek. Ugye ebben a sorrendben haladunk most is. 30 dl liszt kell ehhez a süteményhez. Aztán jöhet a szódabikarbóna, illetve a sütőpor. Ugye mind a kettő az ilyen süteményeknél azt a célt szolgálja, hogy tényleg könnyű legyen az állaga, úgyhogy mind a kettő kerül bele. Aztán pedig jönnek a fűszerek, hát ugye az alma és ezek a különböző őszies, télies hangulatú fűszerek amúgy is klasszikusak. Fahéj, egy pici őrölt szegfűszeg, illetve kevés szerecsendió. Én most ezeket teszem bele. Minden édességhez mindenképpen kell tenni sót, és az is jön ehhez a lisztes keverékhez. Ugye az alma és a fűszerek miatt ez tényleg egy igazi ilyen késő őszi hangulatú sütemény, tény és való, de hogyha valaki esetleg szeretné még egy picikét visszaugrani a nyárba, és szeretné felidézni a napsütéses, forró kánikulai napokat, akkor ne felejtjék el, hogy a Lidlben most horvát hét van, úgyhogy érdemes feltankolni mindenféle finomsággal, olajbogyó, halak, mindenfélét lehet venni most. Na vissza a süteményhez, tehát van egyrészt ugye ez a fűszeres összekevert lisztünk, és vannak a nedves anyagok, és akkor most jön a lényeg, ugye ez egy almás sütemény, és ebben az lesz az extra, hogy ebben nem reszeljük az almát, hanem ilyen felkockázva egyszerűen bele fogom dobálni. Egyrészt benne vannak az alma darabok, tehát olyan jó harapható lesz a sütés során is. Másrészt, ami szerintem szuper, hogy az alma az gyakorlatilag napokon keresztül tényleg puhán tartja ezt a süteményt. Az almát meghámozzuk, és fel fogom majd kockázni. Én vegyesen szeretek használni egyébként ilyenkor piros és zöld almát, mégpedig azért, mert ez most pont egy nagyon finom alma egyébként, a piros alma ugye nagyon zamatos, és a zöld almát azért szoktam hozzátenni, mert annak pedig ugye nagyon jó savai vannak. Látják, hogy ráadásul a zöld alma az ugye sokkal feszesebb, ropogósabb is, tehát eleve még ugye az állaggal is tudunk egy kicsit játszani, azért a piros alma szépen bele fog majd puhulni a tortába, a zöld pedig még ropogósabb marad majd utána is, úgyhogy ugye erre rá lehet harapni a süteményben is. És akkor az almát szépen kis kockákra felvágjuk, előtte természetesen a csumáját ugye érdemes eltávolítani. Következhet a sütemény, illetve a torta összeállítása. Megvan ugye ez a tojásos, olajos, joghurtos massza, ebbe jön a lisztes keverék. Összedolgozom, hogy szép egyenletes legyen a massza. És mielőtt az almát hozzákevernénk, még egy dolog jön bele, ami szerintem szintén nagyon jól passzol ezekhez az ízekhez, ehhez a hangulathoz, az pedig nem más, mint egy egész narancs reszelt héja, úgyhogy alaposan mossák meg, és szépen az egész jöhet bele. És hogyha ezzel megvagyunk, akkor jöhetnek bele az almakockák, ezzel egy gyors összeforgatás, ugye szépen egyenletesen mindenhol vonja be a massza az almadarabokat.
És ugye ezt a süteményt lehet egyébként akár ilyen nagy tepsiben sütni, hogyha kockákra szeretnénk felszeletelni, vagy hogyha látványosabbra szeretnénk, akkor a tortaformát ajánlom. Úgyhogy egy ilyen 23 centis átmérőjű kapcsos tortaformában fogom majd most sütni, amit érdemes egy picikét kiolajozni. És még egy apró trükk, ugye, hogyha azt szeretnénk, hogy a sütőpapír tényleg olyan szépen szabályosan lehessen beletenni, és úgy lehessen kibélelni, akkor azt szoktam csinálni, hogy egy picit, úgy kézzel rá spriccelek egy egészen kevés vízet, tehát tényleg nem kell sok, csak ilyen minimális, és annak köszönhetően, hogy sokkal könnyebben és kisebbre lehet összegyűrni az egészet, mint hogyha a teljesen sima sütőpapírral dolgozna az ember. És ezzel ugye nagyon szépen, tényleg teljesen szabályosan lehet kibélelni a sütőformát. Így. Aztán jöhet még ugye a belsejébe is egy egészen kevés olaj annak érdekében, hogy szépen le lehessen majd ugye választani róla, tehát ne ragadjon hozzá a sütemény. Ezzel kikenegetjük. És már is mehet bele ez az almás, joghurtos, olajos, fűszeres massza. És 180 fokos sütőben elég hosszasan sül ez a torta, ugye a joghurt, az olaj, az almának a nedvesség tartalma miatt azért kell neki idő, amíg szépen összeáll, úgyhogy 180 fokon körülbelül 50-60 percig sül, hogyha közben nagyon úgy látják, hogy elkezd pirulni a teteje, akkor érdemes lefedni egy alufóliával, és mondjuk olyan 45 perc után azért érdemes ránézni, kis tűpróbával ellenőrizni, hogy mit csinál a közepe, de az én tapasztalatom az, hogy olyan 50-60 perc azért tényleg kell neki. Amikor megsült ez az almatorta, akkor érdemes utána teljesen lehűteni, vagy hát legalábbis mondjuk szobahőmérsékletre langyosra, egyrészt sokkal finomabb, ugye akkor lehet igazán fogyasztani, másrészt ugye szeletelni is csak úgy lehet szépen igazából, hogyha már teljesen kihűlt. Úgyhogy, és hogyha kihűlt, akkor ugye nagyon szépen ki lehet egyébként emelni a tortaformából is, és akkor lehet csinosan tálalni. És ugye, hogyha szépen egyenletesen kiolajozták, akkor ugye nagyon könnyen látszik, hogy tényleg nem ragad bele, szépen lehet vele dolgozni. És ilyenkor, hogyha már egy picit lehűl, akkor szépen az alját is el lehet választani. És akkor ne féljenek, egy gyors, bátor határozott mozdulattal az egészet át lehet szépen, ugye látják, emelni a tortatára. Még szeretnénk fokozni tovább a dolgokat, akkor egy pici porcukorral meg lehet szórni, de szerintem így magában is tényleg eszméletlen finom. Úgyhogy jöhet rá a porcukor, és hát tudják, ehhez már tényleg nem kell semmi más, csak mondjuk egy nagy forró pohár tea, egy jó könyv, egy jó zene, és azt látják, hogy tényleg szuper egyszerű elkészíteni, elronthatatlan, úgyhogy meg lehet lepni vele a nagymamákat, szülőket, feleségeket, úgyhogy tényleg bátran próbálják ki, akár kezdők is.